Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket, stúdiónkban pedig üdvözlöm Cserbik Ritát, aki az STE Rajz Művészet Történet Tanszék képalkotás szakának végzős hallgatója, valamint Nagy Károlyt, aki a Szegedi Szépműves Cégnek egyik alapító tagja, most pedig elnöke. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Először is ugye beszéljünk magáról a Szépműves Cégről. Ugye az összeülésünknek a tárgya, a beszélgetésünknek a tárgya maga a kiállítás, ami most a Ritának az alkotásaiból fog készülni, összeállni, már ugye maguk az alkotások természetesen kész vannak, ugye a Magyar Kultúra napja alkalmából, mely ugye rendhagyó alkalommal most az online térbe kell, hogy költözzön az E5-ös József gimnázium falai helyett. De először is beszéljünk magáról a Szépműves Cégről, hogy amikor ez megalakult, milyen céllal alakult meg, és milyen volt akkor összehasonlítva például a mostani jellegéhez? Nem, nagyon sok változás történt. Abban az időben, ugye az új idők szele kapcsán, Szekeres Mihály, Pataki Ferenc, Tandi Lajos próbálta segíteni úgy a változást, hogy ne legyenek azok a szekértáborok, amik korábban voltak, hogy kinek szabad kiállítani, kinek nem, kit hívtak meg, és így tovább. És aki alkotóként jelen van Szeged életében, az részt vehetett ebben a megalakuló társaságban. Akkor 40-valahányan voltunk, és szépen lassan ez szekértáborokra bomlott, ahogy ez Magyarországon lenni szokott. Talán egy napon belül már petíciót írtak a városházára, hogy amatőr státuszúak is vannak ebben, és ezt szüntessék meg. És Bányainé vagy Müllerné, én már nem is tudom akkor ki volt az elnök helyettes, válaszolt, hogy hát erre nincs mód, mert az egyesülési törvény ezt lehetővé teszi. Na, akkor ez így ment egy kicsit, és akkor kiszakadtak belőle egy páran, aztán még egy páran, és úgy maradtunk általában a 30-as létszám körül. Hát hozzátenném, hogy ebben a kezdeti időszakban, aki munkácsi díjas volt Szegeden, vagy díszpolgár volt Szegeden, az mind tag volt nálunk. És hát a nagy változás ott van, ugye, hogy egy-két tiszteletbeli tagunk van most már. Annak idején volt a Varga Matyi bácsi, Kopasz Márta, Kass János. Ez egy nagyon impozáns névsor volt, és hát legtovább Szabados Árpi, akinek sajnos a halála vetett véget a tagságának. Ő nagyon-nagyon becsülettel küldött minden katalógust, meghívót, minden megmozdulásunkon részt vett. És hát ez a dolog elindult úgy valahogy, hogy a mostani Napfény műtermet kaptuk meg, úgyhogy a MÁV-tól albérelhettük, aki a Kapca nevű művelődési ház is volt. Hát ott nagyon-nagyon sok problémánk volt, mert soha nem kaptuk meg az ígért városi támogatást. Ez egy hosszú történet, mert az antivilágban úgy volt, hogy a művészeti alapnak, illetve magának a művelődési minisztériumnak voltak kollektív műtermei vidéken több helyen. Ez volt a Tábor utca, amire ugyanebben az alakulásunk időszakában lecsapott a zeneiskola, mert a képzőművészek azok ritkán mennek oda be, meg kevesen. És hány fúvos tudna ott egyszerre zenélni, hogy valamilyen. Lényeg az, hogy megkapták. És akkor jött a válasz, hogy de bocsánat, hát ez minisztériumi tulajdon, ez kezelésre volt átadva, és valamivel a képzőművészeket kompenzálni kell. Na hát több lépcsőben voltak ígéretek, amik nem valósultak meg, és lett ez a Napfény műterem a maga nyomorával, és a nyomor oka különösen az volt, hogy november-december tájékán a pénzmaradvány terhére kaptuk meg azt a bérleti díjat, amit a MÁV-nak kifizettük. De közben a MÁV-tól meg havonta kaptunk felszólításokat. Szóval nagyon-nagyon kemény helyzet volt, és lényegében a szándékon kívül semmink nem volt. Az alapszándék az, hogy a Tábor utcában megszűnt képzőművészeti képzést, szabad iskolát, azt folytassuk. Na, ezt ott tudtuk csinálni. Nagyon jó helyen van a Széchenyi tér közepe. Fürtökbe jöttek oda rajzolni emberek.
Aztán ez az egész azzal megszűnt úgy, hogy majd kapunk állandó támogatást, ha elfogadjuk a jelenlegi székhelyünket. Ez volt vagy 3 éves Hercehurca, és közben voltunk az Ekoparkban, voltunk a Szeged Tánc Együttes mellett épületben, mindenhol albéreltünk, és mindenhol az lett a vége, hogy emelgetni akarták a díjakat, amit nem volt miből kifizetni. És akkor született egy megállapodás a város és a cég között, amiben évi rendes támogatást adnak. Mi meg cserébe elfogadtuk ezt a Szél utcai helyszínt. Hát ez is lakatlan irodacsoport volt már egy pár év, úgyhogy volt mit csinálni rajta, de szépen lassan elkezdtünk fejlődni, úgyhogy saját eszköztárunk lett, és hát a folyamatos és rendszeres működést tudtuk csinálni. Ennek emelkedett is a támogatása tavaly előtt, aztán tavaly rögtön vissza is ment, mert a pandémiát azt a képzőművészek javára megmentek, ugye azokat a pénzeket. Hát így. Úgyhogy onnantól, hogy vagyunk egy páran, 30-an, 40-en, mikor, hogy együtt kiállítunk, de lényegében nincs hova rakni a begyűjtött anyagot, nincs honnan visszaadni, nincs mivel szállítani. Szabad iskola, de nincsenek rajzbakók, nincsenek állványok, csak kölcsönbe vagy bérelve. Hát ezt sikerült már úgy leküzdeni, hogy lényegében mindenünk van. Volt olyan időszak 1-2 évvel ezelőtt, amikor még 2 felszerelt gépállással, nyomtatóval, mindennel együtt lehetett volna médiát is tanulni, csak éppen a média fakultációsok oda nem nagyon jöttek el. A Szél utcával semmi bajunk nincsen, egyetlen egy gond van, hogy 5-6 főnél telt ház van. Na most ugye a költségvetésünk döntő része az a szabadiskolai tandíjból jön össze. Na most így, ha nincs is oktatás, meg kevesen is vannak, akkor az egy kicsit nehéz. Most persze itt csapongok, mert 30 év az sok idő. Eljutottunk mi ezzel a szisztémával odáig, hogy lényegében 91 óta minden évben a szabadiskolai tanév az művésztelepbe zárul. És hát kezdetben voltak ilyen 40 fős telepek, 30 fős telepek, és ez szépen redukálódott most már úgy, hogy átlátható, segíthető, korrigálható az a 15, maximum 20 fő. És akkor úgy 15 körül próbáljuk tartani a létszámot, azt a családok is tudják szállítással támogatni, vagy kis teherautóval, vagy a tanítványok csoportos utaztatásával. És ez eljutott odáig, hogy minden évben a fölvételik végéhez, meg az iskolák szünetéhez csatlakoztunk, mert kollégiumba mentünk el, kaptunk olcsó szállást. És ez egy pár évvel ezelőtt már befejeződött úgy, hogy a kollégiumokkal is gond van, mert akkor nem főznek, akkor külön kell gondoskodni mindenről. Volt olyan, hogy ebédet vettünk az egyik étterembe, csoportos étkezést, aztán Katinka Angliából hazajött a kis roerrel, abba beleültünk és bevásároltunk a nagy bevásárló központokba reggelire, vacsorára, és azt akkor együtt csináltuk. Szóval ebből a szisztémából léptünk úgy ki, hogy Zentán meghívtak egy tiszakedvelők művésztelepére, és akkor meg is állapodtunk, hogy akkor idehozzuk a mi telepeinket is. Nem kerül többe, közel van, csak más a feeling. Szóval békésebb, nyugodtabb, meg mit tudom, szóval nem ez a magyar viszonyok közötti tipródás, és közben Kübekházán is találtunk egy olyan panzióra, amelyik mindenféle kényelmet megad, és nagyon jó konyhája is van. Nem kell utazni. Itt a fő gond az volt, hogy mentünk a Börzsönybe, Duna-Ipoly Nemzeti Park területére, szlovák határa, vagy Zemplénbe, vagy Pécs fölé, Püspök Szent Lászlóra. Sok az utazás. És ugye ilyen helyekre mi kivisszük a rajzbakokat, rajztáblákat, rengeteg papírt, festéket, szóval egy ilyen furgonra való cuccal megyünk. Nem mindegy, éppen néztem a napokban, hogy a kis szerencsi kirándulásunk, igazott kiállítást is csináltunk, az egy 100 000-es költség volt. Most
itt a környéken mozognánk, hogy biciklivel kimehet akár Dübekházára, vagy akár Zentára is, és akkor most itt van a pandémiás helyzet, és vissza kellett mondani a Jugóból jövőket, vissza kellett mondani a Pestről jövőket, sőt, le kellett mondani az egész terepet. Az elmúlt 2-3 évben már átálltunk az őszi-tavaszi ciklusra. Húsvét előtt, meg halottak napja előtt, minden szentek előtt csinálunk egy 5-5 napost. És úgy óraszámban megvan ugyanaz a mennyiség, csak rövidebb ideig nem fáradnak úgy el a népek. És persze ezt mindig kiállítások követték. Amikor nagy anyag volt, meg sokan voltak, akkor a Bálint Sándort mindig megtöltöttük, most is meg szoktuk tölteni, de most nem tudom, hogy hogy lesz, mert tavaly mind a két telepünk elmaradt. És ugyanebből a körből, aki nagyon jól szerepel a művész telepen, meg a tanév közben, az szokott kapni ösztöndíjat. Az ösztöndíjasnak megcsinálunk kiállítást az Ötvös Galériájában. Így történt a kultúra napján. Így történt akkor a Rita esetében? A Rita esetében nem történt úgy, mert ő kicsi. Amikor ő ebbe már játszhatott volna, addigra már ez a helyzet fönnállt, a művésztelepek elmaradtak, a tanévbe ő a főiskolára jár nem hozzánk, néha bedugja arcát, szóval... De mégis hogy alakult ki ez az együttműködés? Hát... A Rita is beleszólhat ebbe. Volt szerencsém elsősként tanítani, aztán ugye a törvények úgy alakultak, hogy Hess nyugdíjba, de tulajdonképpen örültem neki. Nem azért, hogy egy évig tanítottam, hanem azért, mert nyugdíjas lehettem, és akkor szabadabban gazdálkodok az időmmel. Ugye te is részt vettél egy zentai művésztelepen. Igen. A Szegedi Szépművestrével. Viszont nem igaz, mert hogy a Szegedi Szépművestrében én a gimi alatt egyébként, nem, a gimi után elkezdtem járni egy jó másfél évet, és együtt alkotni ugye a benti diákokkal, és hát ez egy külön élmény, amikor így egy ilyen csapatban dolgozhat együtt ugye az ember, és fejlődhet, és gyakorolhat. Szóval volt azért egy jó másfél évem így a cél. Az emlékezetem az nem tökéletes. De igen, volt egy szünetek. Nem. Akkor ez még a gimi után, de még az egyetemi tanulmányok előtt volt. Igen. Hát, úgy hívjuk ezt, hogy felvételi előkészítő, amit a kisasszony mond, mert az az egyik csoportunk. És akkor van egy csoport, amelyik a portréra, egy másik meg az alakrajzolásra céloz. Én szoktam mondani, hogyha valaki jár hozzánk egy 3 éves ciklust, az többet rajzol aktot, mint egy egész főiskolai csoport. A lehetőségek mindig megvannak, itt létszámkeretek vannak, illetve hát azokra emlékszem, mint olyanok, akik bekerültek gimi elején, vagy általános iskola végén. Általában 16 fölöttiekkel foglalkozunk, de mindig van, akit a szülők erőszakosan odahoznak, és néha beválik. Volt olyan, akit 7-es, 8-os korától tanítottam, aztán elkerült Belgiumba, aztán elkerült Írországba, Pesten elvégezte a franciák, nem tudom, Wizard, vagy mi a neve ennek a Pesti Egyetemnek, és Írországban grafikai stúdióvezető lett. Mastercardnak meg a Google-nak dolgozik. Na most ezt megjegyzed. Ezt megjegyzed, hogy Katinka 8-os korában olyan aktokat rajzolt, akár krétával, akár más eszközzel, amilyet a felnőtt művészek közül is nagyon kevesen. De a sok tehetséges meg ügyesből éppen itt a példa rá, hogy nem az az érdekes, amelyik rettenetesen pontosan meg jó rajzol. Mert lehet, hogy már az érettségi évibe elveszítjük. Vagy azt mondják otthon, hogy közgazdaságra mész, vagy jogra mész, végképp elveszítettük. Amelyik meg saját magától jön és akar és csinálja, akkor rá érdemes figyelni, meg segíteni, mert nem kapott olyan impulzust, ami ellökte volna ettől a szándékától. Hát az a kérdés persze, hogy ez majd hogy alakul a jövőben, de most minden esetre nagy akaraterővel csinálja, és egyre jobban.
És most jött egy bátorító kiállítás is, legalább reméljük, igen, hogy ez lesz majd az eredménye. És mégis mi volt ennek a folyamata, az arról mesélj kérlek nekünk, hogy ez a kiállítás létrejöhessen. Mikor jött ennek az ötlete egyáltalán, vagy a felajánlás, hogy akkor kezdjél mondjuk külön erre alkotni, vagy gyűjtsd össze régebbi munkáidat. Egyáltalán mi magának a kiállításnak a tematikája, így ebből kiindulva? Hát tulajdonképpen, ugye most ahol kiállítunk az Eötvös József gimnáziumban, és kiállíthatok a Szegedi Szép Míves C támogatásával, mi ott is találkoztunk ugye a tanárúrral, mert hogy egy évig rajztanárom volt. És hát ez külön megtiszteltetés tényleg mind a gimnáziumon felől, ahol végezhettem, mind ugye a cég felől, ahol alkothattam és gyakorolhattam és fejlődhettem, hogy ezt össze tudjuk vonni, és akkor így most a Magyar Kultúra Napját tudom így, hogy mondjam, a Magyar Kultúra Napján én állíthatok ki is. Hát és ez az egyik, igen. Ez az egyik, viszont tulajdonképpen ahonnan alakult ez a fajta kiállítás, hogy mi ez alatt az időszak alatt azóta is így konzultálni már még találkozunk ugye a tanár úrral, és hát mert időközben nyilván, hogyha elakadnék, akkor vannak kérdéseim, akár egy festménnyel kapcsolatban, akár a stílusokkal kapcsolatban, hogy most éppen miben nyúltam vele, vagy most akkor hogyan kéne ezt tovább gondolnom, és hát így figyelemmel követi ugye így a festőművészet, hát ahogyan alakulok, vagy ahogyan alakul a művészetem. Nyilván, mert tényleg csak így a főiskola mellett nincs időm bent alkotni a Szép Míves C-ben, viszont ezek a konzultációk, ezek fontosak számomra, mert hát onnan alakultam igazán. És hát így ezeket a képeket, a tanár úr ezeket látja, ezeket a festményeket, ezek ahogyan így szépen fejlődik. Igen. És akkor ebből így most a legutóbbiak annyira frissek, és annyira, hát nem merem azt mondani, hogy jók, mert még lehetne jobb, tehát én úgy érzem. Viszont a tanár úr úgy gondolta, hogy ez már van annyira, talán már annyira helytáll, hogy akár képviselsem a... Egyrészt. Másrészt meg ne felejtsük el, hogy ahhoz, hogy egy tárlat létrejöjjön, az alkotónak sok mindent meg kell tennie. Ha a hagyományos tárlat, akkor keretez, paszportúz, szállít. Ebben az esetben a számítástechnikával kell neki minimum egy közepes szinten együttműködnie. Na most ezek azért úgy nem nagyon jönnek össze. Még nála is vannak olyan gondok, hogy hát egy csomó programot úgy kéne kezelni, meg sok időt kéne fordítani. Hát én magamtól tanultam meg a Photoshopot, a Corelt kezelni, mert tudom, hogy gyakorlással rutinosan fogom kezelni. De a tankönyvet olvasok, meg megnyomok egy billentyűt, meg megint tankönyvet olvasok, az úgy nem megy. Na most neki is most már ebből a jelen szituációból lejött szerintem az a kép, hogy oké, jó van, kerem a több liter akrilt, de mellette különböző programok használatát is meg kell tanulni. Most már küldtem át neki egy-két olyan programnevet, amit érdemes lesz használnia, meg hát le kell szokni a telefonról, és rá kell szokni erre. És hát én 22-es monitorra dolgozok, mert látni akarom, hogy mit csinálok. Amikor egy meghívott plakátot csinálok, akkor 600-as fölbontásba csinálom, meg 400-szoros nagyításban nézem meg. És akkor bizony kiderül, hogy egyes betűcsaládokban vannak olyan betűk, amikben ilyen kis hiányok vagy böttyek vannak, akkor vagy kijavítom, vagy másikat keresek. És hát ami a heppem, hogy magyar ékezetes betűcsaládot teszek csak ki. Na most, hát ez egyáltalán nem jellemző, különösen a telefonokra, de lehet, hogy valakinek olyan a telefonja. Egyszer küldtem haza Dániából SMS-eket, röhögött az egész család, mert hát teljesen más betűk kerültek oda, meg más ékezetek, én magyarul írtam, hát azt elküldte a dán posta valahogy. Szóval én megértem, hogyha olyan eszköze van valakinek, ami nincsenek ékezetek.
De lehet, hogy csak azt nem tudja, hogy egy kicsit tovább nyomom, akkor felugrik egy pár idegen, meg magyar ékezet, azt kiválasztom azt, amelyiket szeretnék oda tenni. De ez mellékvágány. Szóval a lényeg az, hogy akar, azt nem mondta el, de én tudom, hogy már a félvilágot bejárta, és nagyon komoly múzeumokba sokat tanult, nézegetett. Szóval van, aki néz, az tovább megy, és van olyan, aki földolgozza a látványt, és valahol elraktározódik. És amikor fest oda nyúl egy olyan ecsetkezeléshez, vagy egy törléshez, amit ő már látott valahol, de azt tudatalattiban van, azt a szituáció hozza elő. És hát, ugye, ez nehéz lesz. Én szoktam nekik mesélni, hogy amikor én valamivel kisebb voltam, az Ilosvai Vargához elvittek Szentendrén bemutatni. Hát vittem ilyen ekkora dolgokat, mert mit visz az ember magában. Nézte, és akaszta, maga sokat tud. Felejtsen el mindent, amit látott vagy tanult, és ami eszébe jut, azt csinálja. Na most ez egy nagyon fontos dolog, mert állandóan gátol, hogy Gréco csinált ilyet, akkor én nem. Vagy nem festök tanyát, mert a vásárhelyek éveken keresztül gazdultak a tanyafestésből. Hát ez... Sőt, nem festek két vizet, fehér hattyúval, sárga napocskával, mert hát az mi. És jó, ezt, hogyha föl tudom bennük szabadítani azt, hogy automatikusan dolgozzanak, és ne az előképek lökdössék valamerre, akkor a saját egyéniségéből fakadóan biztosan lesz valami olyan hangja, ami másra nem jellemző. Szóval valahol itt tartunk most a saját hangnál, de egyre színesebb ez a saját hang. Hogy egy kicsit a részleteibe is belemássunk. Igen, erre vagyok kíváncsi, a színekre, az alkalmazott festékekre, technikákra, stílusirányzatokra, vagy stílusirányzatra, amit képviselsz a festményeid által. Hogy ezeket így hogy tudnád jellemezni? Valamint arról van pontos adat, hogy hány alkotás lesz majd jelen ezen az online tálaton? Hát igen, legalább egy olyan 15 festményt hoztam egyébként a tárlatra. Nos, a stílusirányzat, annyiszor felteszik nekem ezt a kérdést, és nehéz most még erre válaszolni, mert még annyira sokféle stílusban nyúlok bele, és egyszerre próbálom meg azt így a hatását így alkalmazni a festményeimen, szóval nem kategorizálnám be inkább még magamat. Mert hogy igen, próbálom még a saját hangnememet, stílusomat, egyéniségemet úgy megtalálni így a festőművészet emberről, és úgy kommunikálni. De hogy van mit, és igen, az élményeimből is táplálkozok. Na és most ez a tárlat is pontosabban igazándiból onnan is indult, hogy a Covid ugye ahogyan elkezdődött, ugye a pandémia időszaka, hirtelen lettünk bezárva négy fal közé, és hát onnan valahogyan meríteni kellett, valamiből meríteni kellett, valahogyan alkotni kellett továbbra is, mert bennem volt ugye az a késztetés, hogy azt nem, hogy valahogyan fel kell dolgoznom rengeteg olyan dolgot, ami azelőtt élt. És pont közvetlenül a pandémia időszak előtt én egy hosszabb időszakot voltam kint Amerikában, Los Angelesben, és hát ott olyan különböző művészet közvetítő tereknél benn lehettem, és szívhattam magamban a művészet. És kultúrsok. Igen, konkrétan még a mai napig így nehéz erről beszélni, mert hogy egy teljesen más világba nyerettem így belátást, mind művészet szempontjából, mind a kultúra szempontjából, minden szempontból más Amerika. És én amikor hazaértem, akkor így azt éreztem, hogy azután be vagyok zárva, és ezt nekem érzem, hogy valahogyan fel kell dolgoznom. És ez így gyűlt össze majdnem, hogy konkrétan egy tárlatnyi anyagom, hogy ez csak úgy ömlött ki belőlem konkrétan, hogyha lehet, tényleg így tudom csak megfogalmazni. És hát különböző méretekben, különböző koncepciókon át mindenféle ábrázolási módon keresztül, szóval eléggé színes így a tárlat is. Uh-huh.
Igen, szóval ezen úgy időnként elgondolkodok, hogy amikor én jártam oskolába, tanszékvezetői engedéllyel egy valaki állíthatott ki. Egész évfolyam, vagy minden 4 évfolyamból. És úgy nem is örültünk ennek, hogy tilos kiállítani. Ezt már tanítottam 2-3 éve, amikor a rajztanár kiállításra beadtam. De én sok mindent kompenzálok, szóval ahogy nekünk nem volt szabad, most őket segítem, ahol csak lehet. Rajztanár kiállításra akkor sem kaptunk semmilyen felhívást. Véletlenül megtudtam, gyorsan fogtam 2 képet, bevittem, és akkor ültek bent irodába, rám néztek, hogy hát mi vagyunk a zsűri, már befejeztük, már be kellett volna hozni. Na, senki nem szólt. Hát akkor is, már zsűrin túl vagyunk. Na most ezért a cég folyamatosan segíti a rajztanár kiállításokat is. Volt olyan, amikor a rendszerváltozás tájékán a megye is kifarult ebből, a város sem vett benne részt, akkor csak saját erőből megcsináltuk a pedagógus tárlatot. Összeszedtem könyvesektől díjakat, meg ilyeneket, de megvolt akkor is. Most pedig már a tavaly lett volna az első olyan, amiben a teljes szervezést átadja a város, ők csak segítik az anyagiakkal a kiállítást. Hát erre elmaradt. Pontosabban elcsúsztattuk őszre. Hát ősszel is elmaradt. Most megint ott tartunk, hogy összeszedtük, megvan a... Mert ugye rendszerváltozás után az is eltűnt, hogy névsorok legyenek, hogy kik hol tanít, meg ilyen szakmai összejövetelek. Hát nincs ilyen. Vannak, akik kitalálják, hogy majd most mi csoport leszünk, de hol, mikor, merre. Úgyhogy ezt is próbáljuk visszahozni, és 2 ilyen dolog szokott visszatérően a cég menüjében lenni, a kultúranap, mert a magyar kultúranapját azt komolyan vesszük és megtartjuk, meg a rajztanár kiállítás. És hát amellett ugye vannak saját tárlataink is, most az elmaradt őszi tárlatunk kapcsán bele is írtam az online kiállítás megnyitójába, hogy hát itt bizony ilyen 55-60 mű fölötti bemutató igényünk van, hogy ahol olyan kiállító terem van, ahol ezt fogadni tudják, akkor elvisszük. Hát nem volt jelentkező. Nem is bánom, mert azért csak Pestig elvinni egy kiállítási anyagot, meg onnan elhozni, mert az is költség. És ez a legutóbbi tárlatunk, mert ugye nálunk nem szokott késés lenni, ezt tudod nagyon jól, katalógus híján plakátot, meghívót szoktunk csinálni. Most a nyomda készen volt, megvannak a plakátok, megvannak a meghívók, azt nincs mit kiküldeni, mert nincs tárlat. Szóval ez az őszi, ez anyagilag is bukta volt, és most nem igazán akceptálok semmilyen lehetőséget, mert marad az online tér. Igaz, ne panaszkodjunk, mert amikor egy-egy valamit fölteszek valakinek a tárlatát, vagy hasonló dolgot, akkor azért körülbelül 10-szer annyian megnézik, mint bármelyik művelődési házi kiállítást. Csak amiről már beszéltünk, hogy a méret, a faktúra, amit közelről megnézek, hú, de jó, ezt hogy csinálta, na, ennek a lehetősége nincs meg. Igen, az sajnos elmarad. De végezetül ezt hol lehet majd és mikortól megtekinteni? Ugye hamarosan itt van a Magyar Kultúra napja, ugye erről már van-e konkrét információnk? Hát az az információ, hogy kisasszonyt várja az igazgató úr a készanyaggal, ami majd itt elkészül általatok, és akkor azt fölteszi az iskola honlapjára, meg fölteszik a YouTube-ra, én ennyit tudok. Hát a cég természetesen a honlapjára fölteszi, meg a Facebookon körbezavarjuk, az is természetes. De hát azon kívül, hogy mostantól ez van, addig, ameddig valaki valahol le nem törli, ennél többet sajnos nem tudunk. Reméljük, hogy ezt majd követheti hamarosan élő kiállítás is, ahogy ugye az eredetileg is terben volt még tavaly, kicsit pozitívabb látásmód és remények mellett.
de minden esetre igyekszünk így is reprezentálni az alkotásaidat, és hát kíváncsi vagyok, hogy így milyen visszajelzéseket fogsz majd kapni, majd mindenképpen erről is fogunk beszélgetni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szívesen, én köszönöm. Önöknek pedig köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, tartsanak velünk máskor is, viszontlátásra!